ha csak azt nézem, hogy napi 4-5 telefon egymás közt, akkor órákig lehetne beszélni az előkészületekről is. Reméljük ugyanilyen boldogságosan fogunk beszélni majd az állásról is. Ha már említetted, Szarvasról indult az a kezdeményezés, hogy a nemzetiségi színházaknak egy érdekvédelmi szövetséget kell létrehozni. Gergely László az akkori Cernyos Teátrum színházi rendezőjét választották akkor elnöknek. Sokáig a háttérmunkát Szarvasról koordináltuk. Fontos tényleg, ahogy említettem, a színházi törvény szerint működő regisztrált nemzetiségi színházak érdekképviselete, azt hiszem ez jellemző volt az elmúlt évekre, de ezeknek a találkozóknak is a megszervezése, ahol gyakorlatilag mindenki, aki vagy nemzetiségi nyelven, vagy nemzetiségi identitással teszi a dolgát, egy olyan fórumot, szakmai megmutatkozást kell megteremtenünk, amely fontos ebben az egészben. Államtitkár úr az elején említette, hogy sokrétű tevékenység ez, és talán az, hogy az anyanemzettel, és Kuzik János szavait is idézem, tartják a kapcsolatot akár a németek, szerbek, horvátok, szlovákok, sorolhatnám a sort. Ez egy kultúrdiplomáciai tevékenység, és a mai furcsa híreket tartalmazó események közt fontos az, hogy a kultúra nyelvén is találkozzunk és átadjunk gondolatokat. Legalább olyan fontosnak tartom azt is, hogy az anyanyelv mellett az anyaország színházi kultúráját hozzuk be Magyarországra. Egy ilyen darabból készül például a Cernyos Teátrum 26-án, amikor Jakub Branicki szlovák író egy darabját, amely sokáig be volt tiltva Csehszlovákiában, hozzuk el ide a Nemzeti Színházban, szigorúan tilos címmel. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Nemzetiségi Színházi Szövetség otthonra talált a Teátrumi Társaságban is, hiszen tagszervezete vagyunk, mint egy kis testvér vagy egy tagozat működünk Vidnyánszky Attiláék mellett és segítségükkel. Ezt is szeretnénk a jövőben ugyanígy folytatni és megerősíteni. Én úgy gondolom, hogy egy sajtótájékoztató úgy kerek egész, hogyha megadom a szót önöknek, akár a színházigazgatóknak, akik közül sokan itt ülnek körünkben, akár a sajtóképviselőinek, kérdezzenek.